Köszöntöm Önöket! Széchy Pál vagyok, a Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvű Általános Iskolai Intézmény vezetője. Engedjék meg, hogy felhívjam figyelmüket a 2022. szeptemberben induló első osztályainkra. Az alapkészségfejlesztő osztályra, melyben magasabb óraszámban tanítjuk a matematikát és a magyar nyelvet, illetve az infokommunikációs eszközökkel támogatjuk ezen képzéseket. A sport szivacs kézilabda osztályunkat, ahol első osztálytól kezdve angol nyelvet tanulhatnak a gyermekek, mellette érdeklődésüknek megfelelően különböző sportágakban próbálhatják ki magukat. A kézilabda, az úszás, a karate, a vívás, az atlétika területén. Végül, de nem utolsó sorban, intézményünk egyik legrégebbi képzési profilját ajánlom figyelmükbe, ez az angol-magyar kéttanítási nyelvű oktatás. Itt a gyermekek heti 10 órában tanulhatnak angolul, angol nyelven különböző tantárgyakat, és mellette megismerkedhetnek különböző kulturális programokkal, eseményekkel, így órakeretbe építve néptáncolhatnak is. Szeretettel köszöntök minden kedves érdeklődő szülőt! Györe Adrián vagyok, és itt élek Törökszent Miklóson a családommal. A Szarvasi Főiskolán végeztem tanítóként, magyar nyelv és irodalom műveltség területen, majd tehetségfejlesztő szakvizsgát szereztem. Pedagógusi pályámat 2013-ban kezdtem, majd a Hunyadi Mátyás magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskolában már több mint 4 éve tanítok. Jelenleg második osztályban vagyok osztályfőnök, ahol magyar nyelvet és irodalmat, matematikát, énekzenét, rajzot és etikát tanítok. Nagyon fontosnak tartom a gyerekekkel való személyes kapcsolattartást és az iskolába lépést követően a biztonságos érzelmi légkör megteremtését. Nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy a gyerekek megszeressék az iskolát, amelyet játékos tanulással és élménydús programok szervezésével érek el. Tanóráimat minden esetben differenciált oktatás keretein belül tartom, hiszen minden gyermek másban tehetséges. Ezeket a jó tulajdonságokat az otthonról és az óvodából hozott tudást kihasználva igyekszem a lehető legtöbbet kihozni a tanulóimból. Nagy hangsúlyt fektetek az óvoda-iskola átmenet nehézségeinek kezelésére. Ez nem csak a gyerekeknek, de a szülőknek is nehéz. Jól ismerem az óvodáskorú gyermekek érzelemvilágát, mert az én gyermekem is szeptemberben kezdi az első osztályt, természetesen a Hunyadiban. Bízom benne, hogy szeptemberben bizalommal fognak hozzám fordulni Önök és kedves gyermekeik is. Szeretettel köszöntök minden kedves érdeklődő szülőt. Gyurikáné Rédai Noémi vagyok. Törökszent Miklóson élek a családommal, 2 lányunk van. 2002-ben végeztem a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán, tanító és ember és társadalomismeret szakon, azóta tanítok. Az eltelt 20 év alatt többször volt szerencsém az óvodából érkező elsős gyerekeket végigkísérni az alsó tagozaton, a 4. osztály végéig napközisnevelőként, majd osztályfőnökként is. 4 éve dolgozom a Hunyadi Mátyás magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskolában, ahol jelenleg 4. osztályban vagyok osztályfőnök, és több első osztályban tanítok matematikát. Nagyon fontosnak tartom az iskolába érkező gyerekekkel, szüleikkel a személyes kapcsolat kialakítását, a kölcsönös bizalmat és együttműködést. A Hunyadi egyik alapgondolata az élményszerű tanítás, hogy a gyerekek élvezzék a tanulást, ezáltal játszva sajátítsák el a számukra szükséges tudást, és ezt a gondolkodásmódot, tanítási módszert igyekszem képviselni én is, ahogyan az élményiskola programot valósítjuk meg az adott osztályoknak és korcsoportoknak legmegfelelőbb módon. A tevékenységközpontú oktatás áthatja a mindennapokat. Ha felkeltettük érdeklődését, figyelje a közösségi médián felületeinket, a rólunk szóló híreket, várjuk jelentkezésüket. Köszönöm a figyelmüket!